Újvárosi Antal és az ő pajta ajtója az új állomás helyünk. Itt minden mindenfelé mozog. Nagyon bonyolult ez az egész dolog. Magyarázz el nekünk. Hát látszólag nagyon bonyolult egyébként ennek a működése. A fiatalabbaknak mutatnék egy igazi békebeli, múlt évezredbeli őspajta ajtót. Aki még nem ismeri, ez így néz ki. Ez kettő darab úgynevezett húsvágó deszka, egy zsanérsor. És ugye a működés elve az volt, hogy ha a zsanérsor pontosan a Föld forgás tengelyére mutat az északi pólusra, és megfelelő méretezésű ez a deszkalap, akkor egy csavar egyenletes forgatásával, ugye a felső lap az emelkedik. Hogyha ez itt 229 mm, a menet emelkedése 1 mm, akkor és egyet fordítunk egy perc alatt rajta, akkor a felső lapnak az elfordulása az gyakorlatilag 144 percet tesz ki, tehát gyakorlatilag követi az ég, beállított égitestek elmozdulását. Tehát ez volt az ős a 70-es évek, 80-as évek elején. Ezt többek között Kréta szigetén látta a hélű üstököst is ez az őspajta ajtó. Egyetlen egy nagy hibája van, hogy kb. 10-15 perc után ugye a csavar támadási pontja már nem éri el a felső lapot, tehát egy úgynevezett tangens hiba lép föl. Na most ennek kiküszöbölésére a világ számos pontján a furmányos ésszel megáldott amatőrök különféle trükköket találtak ki. Nem ecsetelem, hogy hány ilyen lehetőség létezik. Az egyik talán legprofibb lehetőség az úgynevezett kétlapos pajtaajtó. Mint látjátok, az alsó lap az megfelel egy hagyományos lapnak. Itt az a különbség, hogy ez egy M8-as menetes szár, amely 1,25 mm menetemelkedésű. Gyakorlatilag minden menet emelkedése, ugye vagy egy menet emelkedés egy perc alatt történik, ki lehet számolni, ahány menet van, annyi percig képes követni az égi objektumot. Most azért tűnik el a tangens hiba, mert a felső, az alsó lapon elhelyezkedik egy másik úgynevezett csúszólap, amely egyszerűen surlódással illeszkedik, illetve surlódással mozdul el az alsó lapon, és hogy nem, ennek a kombinációnak az a végeredménye, hogy legalább 2 órán keresztül szinte ívmász másodperces nagyságrenddel képes követni az égbolt elfordulását. Hát én itt még kicsit megerőszakoltam ezt a pajtaajtót, mert egy súlyos maxutovot tettem rá azért, hogy demonstráljam, hogy a beállított napperemen lévő folt, amit körülbelül 5 perce indítottam el, ez még most is ott van a látómezőben, akár bele is lehet pillantani. A beállítás egyszerűségéről még hadd mutassak ősi eszközöket. Nappali beállítás egyik ősi eszköze ugye a szögmérő, rajta egy súly, és nem kell más tennem, mint odailleszteni a zsanér alatti magassághoz. Ez itt kérem szépen olyan 42 fokot mutat, az a 90-nek a kiegészítő szöge, tehát ez egy 48 fokos pólus magasságra van most beállítva. Nyilvánvaló a vízszintezést a libella is szolgálja, és hát mint minden távcsőnek ugye a működés pontossága az attól függ, hogy mennyire van pontosan beállítva a pólusra. Még annyit a ötletről, hogy ezt nem én találtam ki. A Skyen teleszkóp egy régebbi 80-as évek végén több számában is megjelent, és közeledett az 1999-es nagy magyar napfogyatkozás, amikor én elhatároztam, hogy megépítem azt az ott leközölt pajtaajtót a megfelelő módosításokkal, úgyhogy ennek a műszernek a főpróbája a Bugaci pusztában volt 99. augusztus 11-én. Akkor egy nagy 3,5 kilós videókamerát hordozott a hátán 167 percen keresztül, és hát ezzel bizonyította az életképességét. Na most, hogy itt valóban nagyon egyszerű dolgokról van szó, bizonyítja az, hogy az egész fából, zsanérokból és csavarokból készült. A pólus magasságot úgy tudom állítani, itt elő látjátok, hogy egy csőtoldat alatt egy
10-es csavar van, és ennek az emelésével, vagy süllyesztésével a zsanér sort egész pontosan a pólusra tudom állítani, majd ezzel a két csúszkával tudom rögzíteni. Lehet rátenni keresőtávcsövet is, de teljesen biztos az, hogyha ez alatt a zsanér sor alatt este így belenézel, és hogyha a kis négyszögnek a bal alsó sarkába látszik a Polaris, akkor tuti, hogy pólusra van állítva. Végezetül, de nem utolsó sorban a legfontosabb, valóban a legfontosabb műszer egysége, az itt külön kis dobozkába őrzöm, az ez, ilyen 15 mm-es kékfejű szög, ugyanis ez a parányi kis szögecske biztosítja a meneteszár és a motor közötti kapcsolatot, gyakorlatilag egy stift szerepét tölti be. És ehhez kell a csipesz, hogy ezt oda pontosan be tudjam helyezni. Még egy dolog, hogy a motor, ami ezt hajtja, egy több mint 30 éves motor. Talán a régiek még emlékeznek, hogy Budapesten volt olyan, hogy Offotért központ, ahol különféle Zeiss távcsöveket lehetett és alkatrészeket is vásárolni. Hát 1993-ban ez a motor itt Magyarországon volt megvásárolható, a régi Zeiss 1B mechanikák ugyanilyen motorral működnek. Ezen már semmilyen módosítást nem kell végrehajtani, hiszen egy olyan mechanikába szerelték bele, hogy a kijövő tenger már 1 perc, ugye az elfordulás, és hát ehhez az 1 perchez a gombhoz a kabátot kell megépíteni a pajtaajtót. Én azt mondom, hogy sok sikert mindenkinek az építkezéshez, és sok örömet. Ez a vége. 2, 3. Budi ajtó! Ez volt a közkeletű elnevezése. De hogy a orosz leckékben ezt régen hallhattuk és olvashattuk, ez volt a konklúziója. Lehet, hogy ilyen, lehet, hogy olyan, lehet, hogy le van kopva a festék. De rabótájet, vagyis működik. Wartburg, Trabant, hétvégi telek, piros útlevél, ablak, Simpson, mondjál még ilyeneket, Tamás. Kripkó Tamás. Talán diavetítő, és így tovább. Offotért, Bubiv, Cséb. No, Honeckert nem mondtuk. Ez itt egy jó régi, NDK-ban gyártott Zeiss távcső. Mikor szerezted? Hogyan tettél rá szert? Hát azzal kezdeném, hogy tavaly tavasszal fordult az érdeklődésem a csillagászat felé, addig, mint aféle átlag honpolgár, megcsodáltam az eget, és ezzel véget is ért a dolog, de jött egy villámcsapásszerű indítatás, és akkor fordult az érdeklődésem a csillagászat felé, és hát ezt szerettem volna egybekötni azzal, hogy ha lehet, akkor egy Zeiss optikával tegyem mindezt. Holott tapasztalatom a csillagászati termékek iránt nem volt, de tanulmányaim során, pályám során végül is a Zeiss mérőműszerek, optikai műszerek, azok ismertek voltak, úgyhogy nem volt kétségem, hogy a minősége az jó lesz, és elkezdtem lázasan kutatni ilyen optika után. Sikerült először egy telementort beszerezni, utána később a Vénusz átvonulás előtt pedig a mechanikát sikerült megvásárolnom, és így ebbe az összeállításba ez akkor már egy telemátornak számít, tehát egy követővel ellátott mechanika, tengelykereszt, és rajta egy 63x840-es akrumát, C-típusú, úgynevezett ragasztott akrumát van. A távcsővel elkezdtem az észleléseket, és pont szerencsém volt, mert a Polarisba indult egy kezdőknek észlelő szakkör néven elnevezett havi találkozókkal szervezett alkalom, ahol nem maradt magára az ember, tehát nyilván a különböző irodalmakból el lehet sajátítani a dolgokat, de sokkal egyszerűbb és kényelmesebb, szórakoztatóbb, hogyha mindezt közösen tesszük. És így jutottam el ide, hogy idén már a táborba is eljöttem, el tudtam jönni, és az észlelés során itt is segítséget kaptam, olyan galaxisokat is sikerült meglátni,
Ezzel a kis távcsővel? Igen, amit eddig nem. Tehát például tegnap a fiamnak igyekeztem bemutatni, nem tegnap, tegnap előtt az M33-at. Én otthon egyszer binokulárral nagyon halványan láttam. Itt megtaláltam, hát binokulárral elég nehéz bemutatni bármit is, mert átadom, és akkor vagy megtalálja a delikvens, vagy nem. Inkább nem. Inkább nem. És akkor mondom, rákeresek ezzel, talán látjuk, bár én borítékoltam azt, hogy valószínűleg nem fogjuk látni, de szerencsénk volt, és láttuk ebbe a távcsőbe is. Nyilván a hátrányait, amit én hátránynak érzek meg kezdőként, de a tapasztalattal azt talán sikerül egy picit ellensúlyozni, ahogy egyre gyűjtöm a tapasztalatot, hogy nagyon szűk a látómezeje, és elég nehéz halvány objektumokat megtalálni. A mostani összeszerelésbe, a napészlelésre készültem rá. Ez egy kivetítő ernyővel történik. Hát leveszem a védősapkát, és akkor megpróbáljuk a célzó, minek nevezzem ezt, furatok segítségével megkeresni akkor a napképét. Itt a felsőnek az árnyékát szépen rávetítem az alsóra, és lassan ezt elérve meg fog jelenni a napképe. Egy picit ezt finoman állítjuk, és követést bekapcsolva, hát a pólusra állásom biztos nem tökéletes, mert azt adhok végeztük el egy tájoló segítségével, de itt már látható a napfoltok képe. Most ez egy régi lemez, úgyhogy néha megcsalja az embert, hogy lát olyanokat, ami nem a naptól jön, de hogyha megmozgatom egy picit a távcsövet, akkor azért látjuk, hogy a napkoronggal mi az, ami vándorol, és onnan teljesen egyértelmű, hogy mi az, ami a naphoz tartozik, napfolt. Hát ha kicsit egy picit beárnyékolunk, néhányan segítenek így körbeárnyékolni, egy picit tudjuk a kontrasztot növelni, és azért látszik rajta. Így van. Kontraszt booster. Így van, tehát itt nagyon szépen látszik, ami reggel vándorolt be, legalábbis én úgy vettem észre, ez a két kis foltocska vagy három, mellette a fáklyamezők, és itt is nagyon jól látszanak a fáklyamezők, ami már régóta fönnlévő napfolt csoport körül van, ez lassan majd eltűnik innen. Ami nagy élményt nyújtott számomra, hogy a Vénusz átvonulást azt egy családi alkalomként tudtuk átélni. A családdal együtt észleltünk, és hát egy-két barátot meghívtunk erre, illetve hát nyilván aki ment a munkahelyre, szívesen invitáltuk, hogy tekintse meg. És ezt sikerült a napkivetítés mellett webkamerával is megörökíteni. Erről egy pár felvételt elhoztam, amin látszik, hogy ez a kis távcső milyen felvételekre volt képes egy Tucan webkamerával. A körülállókat kérdezem, mit gondoltok, mennyibe kerül egy távcső manapság, egy ilyen távcső? 85 ezer forint. 85 ezer forint? Hát több száz euró láttam, az eredeti. Én az eBay-en most megnéztem, jóval 1000 euró fölött van egy ilyen CEISZ. Így van, így van. Mechanikával, mindennel együtt, így van. A minősége miatt. Tehát ez a viccelődés a Trabanttal meg a Warburggal, ez ennyi szóval nem volt jogos, de a korszakot kifejezte. Gratulálok a távcsövethez, Tamás. Éppen is szeretném megköszönni azt a segítséget is, amit kaptam ahhoz, hogy idáig eljussak, tehát ne csak egy távcsövem legyen, hanem értelmesen használni is tudjam. Köszönöm szépen.